Szeretettel és tisztelettel köszöntöm az Oltalom Rádió hallgatóit, én Herényi vagyok, ennek a rádiónak az egyik hangja, és szeretettel és tisztelettel köszöntöm stúdiónk ma délelőtti első vendégét, dr. Kajdi József urat, Szervusz! <laughs> Szervusz! én is köszöntöm a hallgatókat. No hát a mai beszélgetésünknek az aktualitását azt egy film adja, egy olyan film, aminek barikáda címe, Blokkád. és ami a. Blokád. a, a bo, bocsánat, blokáda címe valamiért mindig barikádot mondok, blokád a címe, ami a közelmúlt 30 évvel ezelőtti történteket, azokat az eseményeket dolgozza föl. Hát elég nagy bátorság a filmkészítőktől, hiszen nem olyan sok idő telt még el, hogy teljesen letisztult volna a kép. Te láttad ezt a filmet, sőt, ha jól tudom, többször láttad. Mi volt az első benyomásod? Hiteles a film? Háromszor is láttam a filmet, pedig hát nem olyan régen mutatták be. Maximálisan hitelesnek tartom. Hiteles Antal József bemutatása, és sajnálatos módon hiteles Göncárpát bemutatása is. Ezt majd nyilvánvalóan meg is fogjuk beszélni, hogy miért mondtam azt, hogy sajnálatos módon. A kritikák szerint igaz, a film Anta Józsefnek szobrot állít, Gönc Árpádot pedig Bohósznak állítja be, legalábbis jelent meg ilyen kritika is szerintem nem állítja be Bohosznak valóban egy bizonyos mítoszt ledönt és megcáfol, ami Gönc Árpáddal kapcsolatosan főleg a 90-es évek elején kialakult, illetve az akkori média és az akkori ellenzék kialakított róla. De hát gondolom majd ez külön is kérdés lesz majd a film kapcsán. Tehát én nagyon hitelesnek tartom, konkrétan tudom azt, hogy ja. ö, Dokumentumok alapján készült a film, tehát azok a párbeszédek, amelyek elhangoznak a filmben, azok valóságban megtörténnek, nem mindig ugyanabban azt a környezetben, tehát azért nem egy dokumentumfilmről van szó, hanem egy művészfilmről, tehát vannak benne fikciós elemek, de igazolhatóan, még egyszer hangsúlyozom, dokumentumokkal igazolhatóak azok az események, történések, párbeszédek, amelyek azért a filmben benne vannak. Köbri Norbertnek hívják a film forgatókönyvíróját. A felelősséget hát nyilván a rendezőn és a színészeken de hát a forgatókönyv határozza meg, hogy az események folyamata, hogy mutatódik be. Én is azt olvastam róla, hogy minden hozzáférhető dokumentumot beszerzett és tanulmányozta, elolvasta, de arról nem esik szó, hogy az élő szereplőkkel, például veled, volt-e valami fajta konzultáció a filmkészítést megelőzően, vagy a forgatókönyvírást megelőzően? Közvetlenül nem, de közvetetten igen. És ezt meg is kell magyaráznom, hogy mit értek ez alatt. Amikor készült a forgatókönyv, és az első tervezet elkészült, akkor már a készülés fázisában nyugodtan mondhatom, szinte forró voltam Kónya Imrével, aki folyamatosan fölhívott és rákérdezett bizonyos eseményekre és történésekre, hogy valóban úgy történt-e, hogy történt, hogy ő tudja a forgatókönyvírónak megmondani az általam, mint tanuként megért történéseket, ugyanis, hát az még nem hangzott el a beszélgetésben, hogy én akkor a kormányhivatal vezetője voltam, az Antal és Boros kormány vezetőjeként, ráadásul a kormányülések hivatalos jegyzőkönyvvezetője. Tehát én személyesen részt vettem azon a kormányülésen, ahol a benzináremelésről döntés születik, részt vettem azon a csütörtöki napon, október 25-én 1990-ben, amikor erről semmi szó nincs, mégis akkor tör ki aznap éjszaka a taxisblokád, és péntek reggeltől kezdődően hétfő hajnalig én bent vagyok a parlamentben, ott vagyok a folyamatos kormányülésen, többször konzultálok a miniszterelnök úrral telefonon, többször kell beszélnem Gönc a köztársasági elnökkel. Tehát gyakorlatilag, és kérem, hogy fogadd el, és fogadják el a hallgatók is, hogy tanulja voltam azoknak az eseményeknek. Így nem véletlenül hívott engem Kónya Imre, aki inkább a frakcióval tartotta akkor a kapcsolatot, bár ő is kibejárt, mert sokszor átjött a kormányülésre, és vitte a híreket. Tehát azt kell mondanom, hogy még egyszer mondom, velem közvetlenül nem vették fel a kapcsolatot, de Kónya Imrén keresztül tudtam azért befolyásolni a forgatókönyvet. Volt is néhány dolog, amit kellett is kicsit korrigálni és pontosítani, illetőleg bár ez titok, de a család egyik tagja, az egyik fiú nekem elküldte a forgatókönyvet, bár azt én nem szabadott volna, hogy lássam, én abba is javítottam, és azt is visszaküldtem. Ennek ellenére az én nevem nem jelenik meg a köszönetet nyilvánul listában a film végén, amit egyáltalán nem bánok számomra. Igazából az volt a nagyon fontos, hogy egy korhű, valósághű, valósághű film szülessen, ami euh, méltó emléket állít Antal Józsefnek, és valahol tisztítja és világosá teszi azt a képet, ami talán még mind a mai napig Magyarországon euh, még nem egészen méltó az akkori miniszterelnökhöz. Nem titok az, hogy a nemzetközi megítélése jóval korábban és mind a mai napig sokkal jobb Antal Józsefnek, mint hazánkban a rendszerváltoztató miniszterelnöknek, amit igazol az, hogy az Európai Parlament egyik szárnya egy olyan miniszterelnök nevét viseli, Antal József nevét viseli, aki csak három és fél évig miniszterelnök. Ha belegondolunk, hogy egy kicsi európai ország három és fél éves miniszterelnöke, mármint tisztséget viselő miniszterelnökéről elneveznek az Európai Parlamentbe egy épületet, ennél nagyobb megtiszteltetés sem az országnak, sem az adott személy számára szerintem nem létezhet. Magyarországon ráadásul, ha belegondolsz, kiről van elnevezve tér, mondjuk Budapesten, Gönc Árpádról, Antal Józsefről pedig nincs. Tehát valahol ez is egy kicsit megmutatja, hogy egy olyan mítosz van vagy volt göncárpát körül, amit egyetlen nem volt baj, hogy ez a film kikezdés lerombol. Megvalom őszintén, és most gondolom, sokan föl is háborodnak ezen. Én még sötétebbre tudtam volna ábrázolni, hogyha rajta múlik Gönc Árpád szerepét az Antal kormány időszakában, beleértve itt a taxisblokád időszakát is. Antal Józsefet viszont teljesen korhűen és valósághűen mutatja be. Egyébként a filmnek két ö, ö, idősíkon mozog, mozgó szája van, ugye és bemutatja Antal Józsefet, mint tanárembert 56-ban, és lényegében párhuzamot van az 1990-es miniszterelnöki időszakával, ami hát egy egyenes vonal bemutatja azt, hogy egy nagyon karakán, nagyon tisztességes tanárember, és egy ugyanolyan nagyon tisztességes, lényegében ugyanúgy tanáremberként a miniszterelnök 1990-ben, hogy viselkedik, hogy tárgyal egyáltalán, hogy viszonyul az alkotmányhoz, hogy viszonyul a demokráciához. No, hogy a, a mulasztásomat pótolja, hiszen valóban nem mutattalak be, mert egyrészt már. voltál hogy De teljesen jó, hogy szóba hoztad, de akkor hadd mondjam el, hogy te az Antal kormány, és hogy mondtad a boros kormánynak. A legfontosabb státuszát, közigazgatási státuszát töltötted be, körülbelül az volt a szereped, mint most a gulyásféle minisztériumnak, vagy a gulyás hát, miniszternek. Így van. Akkor még a Anta József miniszterelnök úr kifejezetten azt akarta, hogy a kormányhivatal élén ne politikus álljon, hanem szakember. Éppen ezért én nem miniszteri pozíciót töltöttem be, hanem közigazgatási államtitkári pozíciót ami a közigazgatási államtitkárok között első volt, az egy egyenlő, egyenlő között közül. gyakorlatilag, hiszen én vezettem a közigazgatási államtitkári értekezletet, ami előkészítette mindig a kormányülést, én voltam a kormányülés hivatalos jegyzőkönyvezetője, és hát beletartoztam abba a legszűkebb bizalmi stábba is, ami a miniszterelnök úr körül volt. A, a filmel kapcsolatban a, azt írja, hogy azt mondja egy interjúban a forgatókönyvíró, hogy Antal Józsefnek rá kellett döbbennie, hogy a valóságot tulajdonképpen nem ő alakítja, hanem a média. Az a kép, ami kialakult Antal Józsefről, és ami külföldön sokkal kedvezőbb, mint Magyarországon, és az a kép, ami kialakult belföldön Gönc és ami sokkal kedvezőbb, mint külföldön, mert ott nyilván nem ismerik, hiszen nem voltak olyan események, amik ismerté tennék. Mekkora befolyása volt ebbe a médiának? Óriási. És ö, megmondom őszinte, hogy a rengeteg kritikából, amit az Antal kormány akkor és később is kapott és kap, leginkább ez állja meg a helyét, hogy nem ismertük fel a médiának igazából a szerepét. Független attól, hogy a, a filmben is elismeri Antal József, hogy ö, ez az első olyan politikai nagy esemény, amit egyenesbe közvetít a TV, ez elhangzik a filmben. Szerintem ezt ő akkor még nem mondja ki, de, és nem is érez rá annyira a média szerepére, mint amennyire kellett volna, de azt is látni kell, hogy, hogy a nemzeti kerekasztal tárgyaláson az ellenzéki kerekasztal részéről résztvevő és azt vezető Haraszti Miklós, Ut, jóval később elismeri, hogy ők nem is akartak megállapodni. Ugye és számukra az a kialakult helyzet, ami már 89-ben a magyar rádiónál és a magyar televíziónál volt, az nagyon kedvező volt. Ugye és vezető pozícióba hozzájuk húzó e, személyek voltak, és gyakorlatilag mind a közszolgálti rádió, mind a magyar televízió, ami elvileg közszolgálati funkciót kellett volna betöltenie, végig az Antal és Boroskormány időszakában szinte egy ellenzéki médiumként működött. Ö, leginkább annak köszönhetően, hogy a személyi állomány, az mondom, kifejezetten az sds hez vagy az akkori ellenzékhez kötődött. Nem tudom, hogy emlékeznek-e a hallgatók, vagy te emlékszel-e, április 8-a 90 Második forduló, megnyeri az MDF a választást. Az MDF székházban Baló György van, akit egyébként én nagyon kedveltem, mint riporter, egy nagyon felkészült riporter volt, aki majdnem sírva mondja be azt, hogy az MDF győzött. De nem az örömtől, hanem az elkeseredéstől, ugyanis nyilvánvaló, hogy ő is SZDSZ győzelmet remélt és várt volna és sajnálatos módon, tehát euh, Hankis és Gombár is a, az elnöki tisztségét végül is nem arra használta föl a két közszolgálati média élén, amire kellett volna, hanem engedte befolyásolni magát az ellenzéki pártok különöse az SZDSZ által, illetőleg a két médiumban ott lévő munkatársak által, és hát egy nagyon rossz irányba ment el mind a kettőnek a működése. Miközben, és ennyi sztorit hadd meséljek el egy intim sztorit, hogy amikor kinevezésre kerül Csurka Pista bátyánk javaslatára Hankis és Gombár, mert talán sokan ezt sem tudják, hogy igazából Csurka István javasolta személyileg ezt a két főt a tévé és a rádió élére. Pont az eskütéterük napján, amit Gönc Árpád előtt kellett letenniük, nagyon fontos kormányülés volt. Ezért Antal József miniszterelnök úr engem kért meg, hogy képviseljem a kormányt, az eskütételen utána kérje meg a két urat, hogy fáradjanak be hozzá, mert természetesen miután ő tette a javaslatot, ő ellenjegyzi a kinevezést, szeretne legalább azért kezet fogni a két kinevezett új elnökkel. Ez meg is történik, én átkísérem a két urat a miniszterelnöki szobába, kihívom a miniszterelnök urat a kormányülésről, négyen vagyunk benne a teremben, amikor bejön a miniszterelnök úr, kezet fog hang és elemérrel, szerbusz elemér, szerbusz Jóska, ebből számomra kiderül, hogy ők jól ismerik egymást. Jó napot kívánok, jó napot kívánok, Gombár és Antal között ez hangzik el, ebből kiderül számomra, hogy ez közel nem olyan szoros ismerettség. Leülünk a nagy ovális asztalhoz, emlékszel, a miniszterelnöki nagyszobában volt középen egy ovális asztal, egyik oldalon a két médiaelnök, a másik oldalon a mi ketten, elemére a szokásos stílusában kicsit, és bocsátod, ezt mondom, de locsogva beszél, és egyszer csak megkérdezi a miniszterelnököt, hogy mondj, Jóska, mit vársz tőlünk? És a miniszterelnök nem érti a kérdést. És megkérdezi még egyszer, hanki is tőle, hogy Jóskát, itt vagyunk csak négy szem köz, jelképesen négy szem hát mondd el nekünk őszintén, hogy mit vársz tőlünk? Erre Antal József a következőt mondja, elemér, én csak azt várom tőletek, hogy ha valamit rosszul csinálunk, azt mondjátok meg, de ha valami jót, azt is, vagyis objektivitást. Erre a két úr van ledöbbenve, mert ők arra számítottak, hogy most tényleg itt négy szem közt a kutya nem hallja, és majd jön egy olyan smúzolás, hogy hát segítsetek nekünk, majd a kormány nyomját, stb. Semmi ilyesmi nem hangzik el. Éppen ezért teljesen igazságtalan és igaztalan az a vád, ami később folyamatosan érte az Antal kormányt, hogy próbálta pártpolitikai célra felhasználni, ledarálni, elfoglalni, stb. Semmilyen szándéka a, a miniszterelnök úrnak nem volt, még a médiaháború idején sem, ami aztán később kellően eldurvult, köztársasági elnök úrnak köszönhetően. Ezt a történetet egy saját eseményel hadd egészítsem ki, ha nem veszed vagy nem veszik tolakodásnak, de amikor én szovívő lettem teljesen váratlanul, akkor az első elnökségi ülést követően, amikor az első sajtótájékoztatót meg kellett tartanom, akkor odamentem mentem Antal Józsefhez, és megkérdeztem tőle, hogy elnök úr, akkor a sajtótájékoztatón miről beszéljek? És azt mondta, hogy az a dolgot, hogy mondd el, én nem fogom megmondani, hogy miről beszél. Tehát olyan mérhetetlen bizalom volt a környezete iránt, hogy hogy ami a mai világban teljesen elképzelhetetlen. Hát ez egyszerűen fölvillanyozott, ez a. És amíg én szóvivő voltam, soha egyetlen egy instrukciót, soha egyetlen egy olyan mondatot nem hallottam tőle, és nem kaptam, ami akár medfedett volna, sőt, a legtöbb esetben, ha találkoztunk, akkor megdicsért. Tehát ez nagyon-nagyon. Ezt csak azért mondom, mert Antal József személyiségéről nagyon keveset tudunk. És hát ezekből a gesztusokból, ezekből derül ki az, hogy ö, ö, tulajdonképpen ö, ö, milyen ember is volt ő, és hogy micsoda tragédia volt az. Hát én emlékszem arra ö, ö, a közös együttlétre, amikor elmesélte, hogy ö, az Amerikai Egyesült Államokba járt. És ö, a magyar életében alatt... 90. október. És a magyar hindusz hallgatása közben egy eseményen ott derült ki, hogy, hogy ő neki baja van, mert írtózatosan elkezdett fájni a, a hóna alatt az egyik mirigy. A, ez nem egészen így, bocsánat, ne haragudj, hogy ezt mondom. De mert... Pontosítanálak annyiban, hogy ő igazából már fölfedezte, csak nem vette komolyan, ha hanem 90. április 8-án, a választás éjszakáján. Meg a születésnapja is. Ami egyben születésnapja is volt. Tehát megadta számára a sors, az, amire ő, ő készült, nem várta, és ő nem remélte, hogy ez a életében bekövetkezhet, de valóban készült egy politikusi pályára, gyakorlatilag fiatal kamaszkora óta, sőt, mondhatnám azt, hogy már szinte gyerekként is, hiszen ott ült mindig az édesapja asztalánál, mert megengedte az édesapja, amikor ő, politikusokkal tárgyalt, Tehát ő ezt majd hogy nem az anya magába szívta, hiszen nagyapja is politikus volt, édesapja is politikus volt, és ö, megadja a sors, hogy ő miniszterelnök lehet, és akkor érzi, hogy valami baj van, de akkor még nem vette túlságosan komolyan ezt. A film is bemutatja egyébként. A film ö, úgy időzíti, hogy pont amikor 90 júniusában repülnek ki Moszkvába tárgyalni a Varsói szerződésről, ő a repülőn érzi és fedezi fel, hogy probléma van, hazajövetelkor eh, Schulten személlel megvizsgáltatja magát, Emil mondja, hogy meg kéne műteni, és Antal közli, hogy most nem. Nincs idő. Nincs idő, nincs időm betegnek lenni, szó szerint ezt mondja, mert jön majd az önkormányzati választás, megyek Amerikába az általad felidézett útra, ahol egyébként államfőként fogadták tehát hihetetlen nagy megtiszteltetés érte által a hazánkat is, azért ezt hozzá kell fűzni. Hazajött, és lényegében azon a héten, 23-án este, még délelőtt még elmondta az ünnepi beszédét, Kína 301-es parcellába, ez október 23, 25-én reggel bement a kórházba, és délután altatásos műtétje volt. Tehát gyakorlatilag ő a taxis blokádnak a kialakulását ö, nem érte meg, mert nem ébredt föl, ő másnap pénteken délelőtt tért igazából magához, amikor már a blokád beállt. De ha visszatérünk még, ö, és akkor egy picit ne arra, hogy a magához a filmhez, és hogy ő milyen ember Leszze. volt, hogy milyen ember volt, amit nagyon jól bemutat a film 56-ot illetően is, és de most maradjunk akkor csak a blokádnál, a taxis blokád történésénél, ahol is megtörténik igazából az első komoly összeütközése Gönc Árpáddal. Ugyanis a, amikor ő fölébred, akkor ő azzal szembesül, hogy ö, gyakorlatilag a teljes város már blokád alatt van, föl is hívja a filmben... Ö, Horváth Balást, ami egyébként tény is, tehát ő, amikor magához tér a kórházban, folyamatosan telefonál a kormányülésen lévő személyekhez, többeket kihív, Balázsral beszél legtöbbet, Horváth Balázsral, hiszen ő akkor a belügyminiszter, hivatalosan ő a miniszterelnök helyettesítője, hiszen a miniszterelnök akadályoztatva van a műtét folytán, és a próbál Balázstól egyáltalán információt szerezni, és itt tudja meg azt, hogy hát éjszaka kitört, miért nem akadályoztátok meg, Balázs elmondja, hogy a rendőr főkapitány is abban reménykedett, hogy ö, úgyis reggelre hazamennek, mert hideg volt, éjszaka, stb. stb. De van egy ötlete, mondja Balázs, a honvédség rendelkezésre bocsát bizonyos nagy járműveket, ilyen útépítő alakulatoktól kölcsönkért, ilyen út, ilyen dózerokat, és ö, teljesen szabályosan felszólítják a blokádot alkotókat, hogy hagyják abba, mert törvénytelen az akció, utána pedig a sofőr nélküli autókat félretolják, és lényegében megnyitják az az szabad a közlekedni szándékok számára. Amire a köztársasági elnök, amikor ezt megtudja, kiad egy parancsot, amiben megtiltja a honvédségnek, hogy elhagyják a laktanya területét, arra hivatkozva, hogy ő a hadsereg főparancsnoka az alkotmány szerint. Ekkor engem Antal, amikor ezt meghallja, fölhív, és kéri, hogy jelentkezzek be szó szóval szerint azt mondja Árpádhoz, köztársasági elnök úrhoz, Mert hogy ők jó kapcsolatban ők voltak. Ők jó kapcsolatban voltak, ez is kiderül a filmben, hogy ők igazából 56-ban ismerik meg egymást. Közösen fogalmazzák meg az ENSZ-nek szóló azt a memorandumot, ami végül nem jut el, de terve van véve, hogy az indiai követségen keresztül juttatják majd ki. Ez már november 4-e utáni történés, tehát az oroszok már itt vannak Budapesten, és lényegében elbukott a, a forradalom. Tehát innen datálódik az ő ismerettségük, sőt azt kell mondanom, hogy a barátságok, ami aztán a későbbi időben is folytatódik, ha nem is egy közvetlen, nagyon szoros barátság, de egy jó ismerettség. Nem véletlenül az SDS mdf paktumban Antal József őt nevezi meg az SZDSZ részéről, hogy ő legyen majd a köztársasági elnök, Tehát akit a parlament megválasztott. Ő találta ki. Ő találta találta ki. Találta ki. Így, Így van. van. A filmben el is mondja, amikor Kollal beszél telefonon, Antal József, hogy törököt fogtam vele. Mert a Koll mondja, hogy hát ez a te embered volt, hát te javasoltad, és erre mondja Antal, hogy törököt fogtam vele, de miért fogott törököt? Tehát a köztársasági elnök ur, ugyanis azt tudni kell, hogy az alkotmány szerint békeidőben nem a hadsereg főparancsnoka. Tehát békeidőben ő parancsot nem adhat ki. Tehát ez volt az első lépés, amiben Gönc Árpád túllépte az alkotmányba rögzített hatáskörét. Pénteki nap, tehát csütörtökön éjszaka robban ki a blokád. Pénteki nap folyamán délután áthívjuk a köztársasági elnök urat a kormányülésre, a filmben ez úgy van bemutatva, hogy Antal József a személy, titkárát küldi el, hogy kérje meg őt, mármint köztársasági elnök hogy vesse adva köztársasági elnöki tekintélyét, és hogy kérje meg a taxisokat, hogy oldják fel a blokkádot, menjenek haza, mert úgy is meg fog oldódni, mert akkor már elkezdődnek a tárgyalások a taxisok és a kormány között. Ez a gyakorlatban, és ténylegesen úgy történt, hogy mi áthívtuk a köztársasági elnök urat a kormányülésre, ahol ez a kérés elhangzik, nem mondta Józseftől, hanem a kormánytól. Gönc Árpád De ezt nem mondtad el, mert hogy akkor a személy, nem te voltál a személyi titkár, de gondolom téged a ezzel. Én még egyszer mondom, nekem akkor nem kellett elmennem, nekem a Gönc Árpád tudott, kellett áthívnom magára a kormányülésre, Igen. ahol elhangzik ez a kérés felé, Gönc kijelenti, hogy csak nem képzelitek, hogy a köztársasági elnöki tekintélyemet ilyen pisztítsári ügyre föl fogom használni. Fölállt és ott hagyta a kormányt. Kormány tagjai teljesen le voltak döbbenve, de hát tudomásul vették, hogy jó, hát a Gönc Árpád nem akar ebbe beavatkozni. Filmben is elhangzik, hogy ő ebbe nem akar beavatkozni ebbe az ügybe. És ezek után ö, mégis pár órával később berohant a titkárság vezetője Rózsa Marian Antal Józsefnek a kormányülésre, hogy gyertek, mert bejelentették a tévébe, hogy a köztársasági elnök nyilatkozatot fog tenni. Mindenki megörült, hogy akkor ezek szerint mégiscsak meggondolta magát az elnök úr, és megfogadta a kérést, ugyanis akkor már nagyban zajlanak a tárgyalások, olyannyira zajlanak, hogy Szabó Tamás eljut a taxisokkal a megállapodás küszöbéig. A film is bemutatja, hogy a taxisok azt mondják, hogy oké, okay, megvan a megállapodás, kérünk még 10 percet, hogy átbeszéljük, és utána aláírjuk. Ez a hír elfut a köztársasági elnök úrhoz, aki ennek hatására úgy dönt, hogy mégiscsak ad nyilatkozatot. A nyilatkozat viszont úgy szól, hogy felszólítottam a kormányt, hogy vonja vissza a benzináremelésre vonatkozó intézkedését. Amikor a taxisok ezt meghallják, mondják, hogy nincs megállapodás, hiszen a köztársasági elnök is velünk van. Jelszóval. E ennek előzménye azonban, és ezt mindenképpen el akarom mondani, és ne haragudjál, hogy kicsit egy nappal visszaugrok a történésben. De ne, ne, ne. Hát figyelj, ez olyan érdekes dolog, hát ez élő történelem. A élő történelem, hogy csütörtök. Igaz, elhangzik később az, hogy hazudott a kormány, mert hogy aznap döntött a benzinár ez nem igaz. Antal József, amikor Amerikából hazajön az amerikai útjáról, kétnapos kormányülés van szombaton és vasárnap, és vasárnap van terítéken ez a napi rendi pont, akkor dönt a kormány arról, hogy igenis meg kell lépni a benzináremelést, négy-öt napi tartaléka van az országnak, tudjuk, hogy ha bejelentjük, és, és három nap kell az átállásra, tehát ha bejelentjük, akkor három nap alatt fölvásárolnak mindent, le kell állítani a gyárakat, üzemeket, kórházakat, gyakorlatilag államcsőd. Tömegközlekedés. Tömegköz, minden, államcsőd helyzete áll be. Éppen ezért az a döntés vasárnap, hogy csütörtökig embargósa hír, Szerencsétlen Kardosné, aki az ipari volt a szóvivője, amikor szerdán megkérdezték, hogy csütörtökön lesz-e napirenden a benzinár mert azért ez a levegőbe benne volt, ő teljesen őszintén mondta, hiszen ez volt a tilalom, hogy nem. És valóban nem volt azon a csütörtökön. A lényeg az, hogy miután nagyon kevés napirendi volt, napirendi pont volt, nagyon hamar végeztünk, délután én úgy döntöttem, hogy megcsinál, nem megyek még haza, hanem megcsinálom a szó szerinti jegyzőkönyvét a kormányülésnek, de előtte kimegyek valami vacsorát venni magamnak a nyugati térre, akkor még nem így hívták, mert nem emlékszem, hogy hogy hívták, és akkor, Borkstér. vettem észre, és akkor vettem észre, hogy a rendőrök tolják szét a hatalmas virágágyásokat, amik azért voltak kitéve ott a Kossuth tér szélénél, mert akkor már nagy divat volt olyan terrorista akciókat végrehajtani, hogy bombával megrakott autóval rohantak bele kormányzati épületekbe, nem Magyarországon, de nemzetközileg a világon. Ezeket széttolták, és meg is kérdeztem, hogy mi történik. Erre közölték, hogy ö, jönnek a taxisok tüntetni. Na most én ezen megdöbbentem, ugyanis én csináltam még a igazságügyminisztériumi dolgozóként a gyülekezési törvényről szól, vagy gyülekezésről szóló törvényt, tehát a tervezetét, amit aztán a parlament akkor el is fogadott. Tehát tudtam, hogy egy tüntetést három nappal korábban be kell jelenteni, ha ezt nem teszik meg, akkor ez egy jogellenes. Meg is kérdeztem, hogy ezt ki engedélyezte. Közölték, hogy a budapesti rendőrfőkapitány. Jó, különösebben nem foglalkoztam a dologgal, bevásároltam, visszamentem az irodámba, és valóban láttam, hogy jönnek a taxisok a Kossuth térre. Hát kíváncsi voltam, hogy mi hangzik el, lementem és hát természetesen hallottam, hogy ott a hangulat az hevítődik, és éppen ezért odahívtam a, a rendőr ö, parancsnokot, aki a tüntetést felügyelte, és kérdeztem, hogy ugye folyamatosan adják le az információt a központnak, mondta, hogy igen. Jó. Azért fölmentem, és fölhívtam Barna Sándort, őt is megkérdeztem, hogy ugye kellő információval rendelkezik, hogy itt a taxisok összegyűltek, és hogy bizony a hangulat az egyre nagyobb hőfokot ér el. Mondta, hogy igen, ő képbe van, tehát ne izguljak. Oké. Okay. Visszamentem újra a térre, amikor elhangzott először az, hogy foglaljuk el a hidakat, és a taxisok egyre többen elkezdték ezt kiabálni, akkor rájöttem, hogy ez mégsem annyira gyerekjáték. Fölrohantam újra a szobámba, megint fölhívtam Barna Sándor, Budapest rendőrfőkapitányát, elmondtam neki, hogy ö, mit hallottam, mondta, hogy neki is lejelentették, és kértem tőle, hogy a rendőrség lépjen föl, rendőrség akadályozza meg, hogy a blokkádok kialakulhassanak, ők foglalják el a hidak, ne engedjék oda a taxisokat. Én teljesen van és azt kell mondanom, hogy a józan észre hallgatva. hallgatva javasoltam ezt, ő közölte, hogy nem probléma, hideg lesz az éjszaka, reggelre úgyis hazamennek, nem kell ezt olyan komolyan venni. Közölte velem a rendőrfőkapitány úr, Na most a filmben ez a történet nincs benne. Azóta is szent meggyőződésem, hogy ha akkor a rendőrfőkapitány a helyzet magaslatán van, akkor nincs taxisblokád. De volt ennek egy csúnyább magyarázata is, mert ö, ez a drága jó rendőrfőkapitány azzal is meggyanúsította a kormányt, hogy... Várja, tartán... majd jön a következő történet, a, 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 nem, jön a következő nem, 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 történet. Nem mondom előre. Tehát ez még csak csütörtök éjszaka. Péntek, pénteki nap, é. és itt megint ö, ö, akaratlan is én személy, tehát szerepet játszottam a történetben. Reggel, amikor már nagy nehezen jutottam be a parlamentbe, de én Pesten laktam, tehát nem kellett a hídon átmennem, és bejött hozzám a Honvédelmi Minisztérium akkori jogi főosztály vezetője, egy katona ezredes, akit nagyon régóta jól ismertem, aki a következő történetet mesélte el, hogy ő nyáron három hónapig nyelvtanfolyamon volt az Egyesült Államokban, ahol egyszer kivitték őket egy éles blokkát helyzet feloldásához. Egy országos fontosságú utat fuvarozók lezártak, tömeg az egyre gyűlt, akik szerettek volna közlekedni, és hát elég feszült hangulat alakult ki. A Nemzeti Gárda kivonult, hangos bemondom felszólították a fuvarozókat, hogy oldják fel a blokádot, mert ez egy törvénytelen akció. Háromszor ez elhangzott, nem voltak hajlandóak, vasrudokkal beverték a szélvédőt, kirángatták azon keresztül a sofőröket, különösebb bajuk nem történt a sofőröknek, elvitték őket, és ilyen hatalmas dózerokkal letolták a blokádot alkotó autókat. A tömeg óriási tapsviharban tört ki, hiszen a személyi szabadságuk korlátozása szűnt meg, és tudtak tovább menni. Ezt elmondta nekem, és mondta, hogy ezt az ötletet mondjuk el Balázsnak is, a horvát Balázs belügyminiszter úrnak, átmentünk a belügyminisztériumba, közben gyorsan elkészítettünk egy 3000-es határozatot, és Balást meg is győztük arról, hogy valóban ez lehetne egy megoldás, hogy a honvédségnek útépítő alakulatai biztosítják ezeket a járműveket, ezeket a nagy járműveket, Kiskatona fölhozza Budapestig, ott kiszáll, átszáll a hivatásos rendőr, tehát nem is kiskatona lenne, és teljesen szabályosan felszólítás és lehetőleg személyi sérülés nélkül, az más kérdés, hogy a kocsiban nyilvánvaló lett volna az is sérülés. Amikor ezt a rendőrfőkapitány megtudta, mert őt neki közölte a belügyminiszter, berohan Göncárpáthoz, akkor került kiadásra Göncárpád által ez a parancs, és a rendőrfőkapitány még azt is elhitette, és ez a filmben is kiderül, Gönc Árpáddal, hogy igazából mi lövetni akarunk. Na most szó sincs, és ezt határozottan állítom, tehát még egyszer mondom, semmi lövetési szándék természetesen nem volt a kormány részéről, ez nagyon szépen a filmben is egyébként kiderül, ezt maga Antal József mondja el, és hát ezt közöltük annó ott a kormányülésen is a köztársasági elnök Tehát Köztársasági elnök úr tehát először beavatkozik az alkotmány ellenesen és hatáskörét túllépve, mint a hadsereg főparancsnoka, másodszor beavatkozik, mikor már majdnem a megállapodás aláírásra kerül ezzel a bizonyos nyilatkozattal, és a taxisok akkor gyorsan visszakoznak péntek éjszaka, és nem születik meg a megállapodás. Ezt követően Gönc Árpád beül a hivatali gépkocsiába Barna Sándorral, végig látogatják a hidaknál lévő blokádokat, Barna Sándor kiszáll, kezet fog a taxisokkal, mindenkit megerősít, hogy a rendőrség nem fog közbeavatkozni. Árpi bácsi pedig a lehúzott ablaknál integet kifelé, és a győzelmi jelet mutatja a taxisoknak. Természetesen CB Rádion ez végigfut hírként, hogy a köztársasági elnök és a Budapest rendőrfőkapitánya főkapitánya is velünk van, tehát gyakorlatilag semmi esély nincs péntek éjszaka, hogy a blokát megszűnjön és feloldásra kerüljön. Ö... Bocsáss meg, van-e a filmben arra való utalás, hogy ez egy spontán szerveződés volt, vagy pedig van-e ennek a hátterében valami akarat? Uh -huh. Erre Antal is rákérdez a filmben, a filmbeli Boros Péterre, aki ott ül a kormányülésen. Boros Péter azt mondja, hogy nem tudtunk róla, és inkább spontán volt akció. Ma sem bizonyítható igazából, hogy ez egy szervezett dolog volt, elképzelhető, hogy spontán volt, független attól, hogy nagyon ügyesen szervezett dolog volt. A maga a blokkádot alkotó autók is úgy voltak összeállítva olyan ö, alakzatban, hogy nagyon nehéz lett volna megbontani már a kialakult emberek. Szóval Tehát ember. hozzáértő emberek. Ami részben köszönhető volt, hogy amikor a rendszerváltoztatás megtörténik, azért a titkos szolgálattól jó néhány ember távozásra kerül, nem önszántából. Ezek jó része taxisnak megy el. Tehát ma már bizonyítható, hogy akkor például. A taxivállalatnál 58 volt titkosszolgálati ember, dolgozott. Nem titkosszolgaként, hanem már kirugott volt titkosszolgaként. Ráadásul ők rendelkeztek olyan CB rádiós rendszerrel, amivel nagyon jól tudták egymást. Hát akkor még nem volt rádiótelefon, semmi nem volt. Hát így ez van, a CB, így rá, ez van. egy marha nagy előny volt. Ez egy óriási előny volt. Nagyon jól tudtak kommunikálni, és azt is tudni kell, és ez mind a mai napig, vagy legalábbis akkor még nagyon erősen, sokáig érvényesült, hogy hallatlan összetartás volt a taxisok között. Tehát, hogyha egy taxis megtámadtak, és CB rádió leadott és az biztos, hogy a környéken lévő összes taxi ment a segítségére. Tehát valószínű és pontán volt az más kérdés, hogy péntek délelőttől kezdődően a politika ráugrott főleg az SZDSZ ráérzett arra, hogy Antal el is mondja, hogy itt vérzek a kórházi ágyon, és vérszagot érez az, az SDS és úgy érzi, hogy meg lehet buktatni a kormányt, amire ékes bizonyíték, hogy péntek délelőtt kiadásra kerül egy kiáltvány az SZDSZ részéről, hogy ez a kormány megbukott, és hogy egy hozzáértő, szakértő kormányra van szükség, természetesen magukra gondolva, amihez folyamatosan Bizonyíthatóan felhasználják a köztársasági elnökurat is. A filmről beszélünk, de engem a filmnél jobban érdekel a te személyes élményeidnek a sora és benyomásaidnak a sora. Két személyiség. Antal József ugye ö, ö, oda jut, ahova a sors és az élet szánta. És amikor a legnagyobb feladatok terhelik és nyomják a vállát, akkor kiderül, hogy halálos beteg. Közelről szemlélve, hogy élte meg ezt a nehéz helyzetet? Tehát hogy tudta feldolgozni ezt a kettőséget, hogy, hogy szinte versenyt fut az élet, nem az életér fut, hanem azért, hogy a vállalt feladatokat a lehető legjobb módon teljesíteni tudja. Neki az idő erre kellett. Neki az életed, ez volt a lényege, ez volt az értelme. Amik, ez benne van a filmben is, és ez teljesen valósághű. Tehát amikor megműtik, és elkészül a, az eredménye, hát a kivett és kiderül, hogy non hodgkin nem betegsége van, közlik az orvosok vele, hogy rossz esetben három hónapja van, jó esetben három év. A jó eset azt jelenti, hogy magát, tehát aláveti magát egy kemoterápiás kezelésnek, amire végül is beleegyezik, mert ö, szeretné azért meghosszabbítani az életét, de végig ő ezt szolgálatnak tekinti, és hogyha emlékszel, és ez ö, benne van a filmben is, az a nagyon híres pizsamás interjúja. Hogy de. Tehát Megszületik a megállapodás, taxisok feloldják a blokádot, és aznap éjszaka, ez egy vasárnap éjszakai interjú, a kórházi szobában, pizsamában ő ad egy nagyon híres interjút, nagyon sokan azt mondják, hogy élete legjobb interjúja, mert emberként is látják őt, egyébként nagyon fegyelmezett ember volt ez is, a filmben kiderül, a hogy miért. Is. És a betegségében is. És ott a végén elmondja, hogy szolgálok addig, amíg tudok és amíg a nemzetnek rám szüksége van. Leginkább itt az első mondatra érdemes figyelni, tehát nyilvánvaló nem mondta el azt, amit ő már akkor tud, hogy a lényegében véges az élete, most nem úgy, mint minden embernek, hanem sajnálatos módon sokkal hamarabb, de ő az utolsó pillanatig próbált eleget tenni ennek a szolgálatnak, de azzal, és ezt szeretném aláhúzni, hogy például a legszűkebb ö, politikusi társainak, valamint az orvosainak írt egy magán jellegű levelet, és beszélt is velük, hogy ha véletlenül nem venné észre magán azt, hogy ő már nem képes a feladat ellátására, szóljanak, és azonnal ő akkor visszalép és lemond, és abba adja. De amíg ö, úgy érzi, hogy szellemileg, fizikailag képes, ő szolgálni akar, és meg akarja csinálni, végig akarja, azt a kamikáza kormány feladatot végezni, amire végül is az esküjét, mint miniszterelnök letette. Én, mint közvetlen munkatársa, megmondom őszintén, hogy fura dolog, nyáron szereztünk mi csak tudomást, tehát nyáron mesélte el először, amikor már tudott arról... 90 nyarán. Igen, 90 nyarán. A műtétet követően sem sokszor került ez szóba, csak annyi, hogyha ment kezelésre, akkor tudtuk, hogy kezelésre megy. Azt tudni kell, hogy olyan kezeléseket kapott, ami után, és aztán te is tudod igazolni, egy átlag ember két-három napig mozdulni se nagyon tud a fájdalomtól. Ő a kezelés követő egy-két órán belül saját lábán lejött a Kútvölgyi Kórház lépcsőjén, bejött a parlamentben dolgozni, és lényegében nem éreztél rajta semmit, és nem láttál rajta semmit. Tehát annyira tudott uralkodni magán. A leginkább talán a kedvén érződött, amikor jobban elhatalmasodott rajta a betegség, kevesebbet humorizált, miközben nagyon jó szarkasztokos humora volt kisebb társaságban. Továbbá mondjuk a kedve az kevésbé volt annyira jó, de volt egy olyan időszaka azért a miniszterelnöki időszaknak, amikor tünetmentes volt. Ez 91. Messze az Antakormány működésének a legjobb időszaka. Amit sajnálatos módon azért egy picit megnehezített pont ez a taxis blokád, mert a taxis blokád hatására azért közel nem mert az Antakormány akkora nagy lépéseket tenni és intézkedéseket, amikre lehet, hogy szükség lett volna. Így is nagyon sok fájdalmas lépést meg kellett tenni, így is iszonyú inflációs rátát sikerült produkálni, nagy munkanélküliséget, de ez elhangzik a filmben is, és ez nagyon igaz, igaz, hogy ez nem Antal kormány bűne. Örököltünk a kommunista kormánytól egy olyan rossz örökséget, emlékezzél, német Miklós bemondja, hogy hazottunk eddig igazából csak 800 millió dollár a devizatartalékunk, ami szinte semmi. Örökölünk egy olyan nemzetközi recessziós helyzetet öbölválságtól kezdve, amikor az olaj világpiaci az egekbe szökik. Én emlékszem arra, hogy 90 kora nyarától kezdve nincs olyan kormányülés, hogy ne kerüljön szóba, hogy, hogy baj lesz az olajjal. Hiába kapunk viszonylag olcsón Szovjetuniótól olajat, be kellene szerezni máshonnan, de máshonnan csak dollárért tudnánk, dollárunk meg nincs. Az előbb mondtad, hogy néhány napnyi tartalék volt, üzemanyag tartalék. De ö, nyilván azért volt ilyen kevés, mert nem volt pénzügyi forrás arra, hogy ö, jön, akkor mert tökéles volt a kassa. Nem volt ö, pénzügyi forrás, illetőleg ö, az oroszok elzárták az olajat. Tehát az olajcsapot. Ezt a film is bemutatja. Szerintem egy picit torzít a film. Ö, úgy mutatja be, hogyha Gorbacsovék, Azért zárnák el az olajcsapot, mert Antal József 90 júniusában fölveti azt, hogy a Varsói szerződés nem megreformálni kell, hanem meg nem kellene szüntetni. Ennek azért ö, szerintem nincs igazából valóság alapja, mert nem csak felénk zárják el a csapot, hanem elzárják a csehek és a lengyelek felé is. Tehát nem csak Magyarország felé alkalmazzák kvázi ezt a büntetőt. Az oroszok azt mondják, hogy technikai probléma és oka van, hogy nem jön az olaj, de valóban nem jön olaj sem. Tehát gyakorlatilag van négy-öt napi tartalék, nem jön az olaj. Orosz-Szovjetunióban nincs, nincs pénz, hogy vegyünk bár, bárhonnan, sőt, hát jóval nehezebb egyébként közúton vagy bárhol, hiszen nincs tengerünk hajon behozni ö, olajat, tehát tényleg egy katasztrofális állapot áll elő. A filmben ö, elhangzik az, hogy ezt el kellene magyarázni, az emberek számára, hogy értsék meg, hogy miért történik majd a benzin áremelés. Csehországban például a duplájára emelik, akkor, és a cseh társadalom lenyelik gond nélkül. Nálunk ez egy 60%-os emelés, de hogy valóban a társadalom megértse, ezért ráveszik a filmben, Antal Józsefet, hogy mondjon egy nyilatkozatot, és magyarázza el az ország gazdasági helyzetét. Itt megint van egy kis időcsúsztatás, és ez az interjú nem a taxis blokkád előtt hangzik el, hanem ez az önkormányzati választások előtt. Az önkormányzati választások előtt 90 nyarára jut el az Antal kormány oda, hogy tiszta képet nyer az ország gazdasági helyzetéről. Aminek oka az, hogy az előző kormány minden információt eltüntetett és megsemmisített bármennyire döbbenetes, a megyesi féle titkárságon a gazdaságpolitikai titkárság a Matolcsi Gyuriék üres polcokat, flopi lemez nem, tehát semmit nem találtak, a pénzügyminisztériumban Rabár Feriék ugyanígy. Tehát gyakorlatilag az első hónapok azzal teltek, hogy fölmérjük az ország gazdasági helyzetét, lássunk tisztán. Amikor ez megtörtént, Anta József úgy döntött, hogy na most fogom a társadalmat tájékoztatni arról, hogy irreális várni, hogy itt osztrák életszínvonal lesz, irreális várni, hogy itt azonnal Kánoán stb. És szembesítenem kell a magyar társadalmat, hogy nagyon rossz a helyzet. És a taxisbokád az jóval később következik be. Ez az az interjú, amit an, ö, Hank is nem ad le a magyar televízióban, ez csak a halálát, Antal halálát követően kerülhet be a magyar televízióba. Hank is azzal a felkiáltással, hogy ha a köztársasági elnök is ad nyilatkozatot, akkor lejöhet ez a nyilatkozat. Ezt senki nem érti, hogy hogy lehet pariba állítani egy politikust, egy miniszterelnököt, a nemzet képviselő pártokon felett álló köztársasági elnök nyilatkozatával, de hang is megköti magát, és miután Gönc Árpád nem ad nyilatkozatot, így, a hang, így Antal József nyilatkozata sem megy le a magyar televízióban. Tehát a magyar társadalmat valóban tök váratlanul éri az, hogy benzin áremelés. Nincs tisztában az ország gazdasági helyzetével. Tehát ebben viszont óriási sara van az akkori tévé elnökének, hát, Van neki másba is, én nagy tisztelője vagyok egyébként, hankis elemének, mint szociológus Így és van. társadalomtudós, a Diagnózisok, Társadalmi Csapdák című könyvei nekem az utat nyitották a rendszerváltáshoz, tehát nagyon fontos munkák ezek, de amikor például azt a, az MDF-es kezdeményezést, hogy a kárpotlási jegyek felhasználásáról a doktor agyhoz hasonló sorozatot adjon le a magyar televízió, hogy az emberek tudják, hogy mit ér az a papír, amit a kezükbe kaptak, akkor az alutasítja el, hogy ő nem fog reklámot csinálni a, az Antal kormánynak. Tehát megtagadja a magyar televízió elnöke azt, hogy tudáshoz juttassa azokat, akik a birtokába kerültek ezeknek a kárpótlási jegyeknek. Óriási hiba volt szerintem. Óriási hiba volt, illetve azt kell mondanom, hogy Hankis Elemér gyakorlatilag kiengedte kezéből a gyeplőt, és odaadta a Szabad Demokraták Szövetségének a magyar televíziót. Ő 90 kora őszén kimegy hat hónapra. Amerikába vendégtanának, anélkül, hogy szólna bárkinek. Tehát mi úgy tudjuk meg, hogy már két hete Amerikában van vendégtanárként, miközben a magyar televízió jogállása akkor még országos hatáskörű szerv. Ez nem tudom, hogy mond-e bármit neked vagy a hallgatóknak, ami azt jelenti, hogy közvetlen kormány irányítása alatt álló intézményről van szó. Lényegében munkáltatója a magyar televízió elnökének a miniszterelnök. És a miniszterelnököt Elfelejti tájékoztatni arról hang és hogy én 6 hónapig nem vagyok. Amíg nincs, kinevezi bányait intendánsnak, teljes elnöki jogkörrel. Ilyen funkció egyébként a szervezeti és működési szabályzatának a televíziónak nincs is, hogy, hogy intendáns. És bányai időszakában kezdődik el az a gyakorlat a magyar televíziónál, és kérem, hogy most jól figyelj, magyar televízió munkatársa, munkaidejében a Magyar Televízió stúdiójában eszközével legyárt műsort, és eladja a Magyar Televíziónak nagyon jó pénzen. Ez a világ bulia. Hát ez az. Miközben a Magyar Televízió folyamatosan tartotta a markát, hogy pénz kér a kormánytól a költségvetésből, mert nincs pénze. Iszonyú pénzek kerültek ki csatornázásra ebben az időszakban. Tehát igazából a Magyar Televízióval a konfliktusok innen indultak beleértve azt is, hogy amit te is mondtál, hogy gyakorlatilag csak a rossz hírek jelentek meg, teljesen úgy működött a, a közszolgálati magyar televízió, mint az egy ellenzéki média. Ettől függetlenül Antal József, még egyszer hangsúlyozom, nem kívánta elfoglalni, nem kívánta kormánypártivá tenni, ő semlegesség szerette volna tenni, tehát egy ami objektív, ennek lenni aminek kell. kellene lennie egy közszolgálati média. Tehát akkor ajánlod a kedves hallgatóknak, hogy ezt a filmet nézzék meg? Én nagyon ajánlom, nagyon megrendítő, nagyon hiteles Antal József képet fognak megismerni ebből, aminek én nagyon örülök, hogy végre 30 év után egy hiteles kép. Tisztul a kép. Tisztul a kép, és mondom, egy mítoszt is lerombol köztársasági elnök De hadd mondjak, hadd mondjak el egy saját történetet, talán nem veszett tolakodásnak. 1993. december 11-12. Lakiteleken van választmánygyűlés a Magyar Demokrata Fórumnak, aminek egyetlen egy feladata van, és akkor tudtuk, hogy visszafordíthatatlan a dolog, hogy a pótlásról beszéljünk. Miután én szóvivő voltam, és a magyar rádió leküldte a tudósítóját, végig ott volt, nekem kellett tudósítani, és én tudtam, hogy Antal az utolsó pillanatig hallgatja a rádiót. Tehát ő az utolsó pillanatig mindennel tisztában volt. Hogy nézett volna ki az, hogy ott fekszik a halálos és azt hagyja a rádióból, hogy, hogy az ő utódlásáról beszélünk. Tehát én ezt abszolút elfogadhatatlanak tartottam, és meg is nevezem azt a nagyon kedves riporternőt, Franc volt, aki a magyar rádiótól ott volt a krónikától, és azt mondtam neki, hogy Edit, Ma mostantól ezen a két napon hazudni fogunk, mert hallgatja. És hát arról beszéltünk, hogy én arról beszéltem, hogy készülünk a választás, a programokat csinálunk, mert közel volt Igen, akkor már Igen, a választás. Igen. És hát ez volt az egyetlen olyan eset, amikor, de tudatosan mást kellett mondani, mert az elképzelhetetlen, hogy egy ember ott fekszik a halálos a miniszterelnök, akit hát rajongásig tiszteltünk és szerettünk, és arról beszéljünk, hogy még itt van, de már mintha elment volna. Igen. Azt tudnod kell, nem tudom, hogy ez még belefér a műsorba, hogy neki azért volt egy politikai végakarata, még a Kölni műtét előtt ő írt egy levelet, két példány van, egy a miniszterelnöki szoba páncélszekrényébe, egy az otthoni páncélszekrényébe volt, ezt a gyerekek föl se bontották, megsemmisítették a halálát követően, nem tudták, hogy mi van benne, most tudták meg tőlem, hogy mi volt ez, egy politikai végakarat, Amiben ő megnevezte az utódját. És ez a halálának napján, amikor egy rendkívüli kormányülést hívtunk össze aznap este, 12-én délután hal meg, december 12-én fél nyolckor már rendkívüli kormányülés van, és ott felolvasásra kerül ez a politikai végakarat, és ott elhangzik az, hogy ő Boros Pétert nevezi meg utódjának, és kér mindenkit, hogy őt támogassa. Hát az MDF válasz is így döntött. Egen. Kedves Kajdi József, nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk, és megosztottad gondolataidat, véleményedet, és hát a beszámolódat, az élő beszámolódott az akkori eseményekről, és hát köszönöm a kedves hallgatóknak a figyelmet. Én köszönöm a meghívást.